Congrats to your goal, congrats to the victory. Favar, gratulálunk a gólodhoz és a győzelemhez. Őrült és egyben fantasztikus meccset játszottatok az Ararattal. Hogyan tudnád összefoglalni a teljes mérkőzést? Mit láttál kintről, amikor még a kispadon ültél, és milyen volt belülről ez a meccs, miután csereként pályára léptél? When you were on the pitch. Honestly, it's like drama, a little bit. Because first was VR was in front. Őszintén megvalva, ez egy drámai csata volt. Az elején mi kerültünk előnyben Nagy Zsolt góljával, majd egy szép találattal egyenlítettek a vendégek. Aztán a vezetést is megszerezték, majd a második félidő legelején mi tudtunk egalizálni. Ezután vált igazán őrületti az összecsapás, hiszen egy újabb hatalmas találattal előnybe került az Ararat. De a hajrában azt hiszem, mi is tudtunk ülni még egy szép gólt. Talán még szebbet is, mint az örmények. A viccet félretéve a lényeg, hogy tovább jutottunk, és ott vagyunk a play-offban. And we will play next game. Egy ilyen kiélezett helyzetben hogy döntitek el, hogy kivállalja el a szabadrugást a hosszabbításban? Take the free kick. We speak with Jakov Pulic normally. Megbeszéltük Jakov Pulic-sal a dolgot. Általában 3-4 játékos van a pályán, aki el szokta vállalni az ilyen szabadrugásokat. Most ott volt Komáromi Gyuszi, Nagy Zsolt és Jonathan Levi is. Én nagyon magabiztosnak éreztem magam abban a pillanatban. Úgyhogy megkérdeztem Jakovtól, hogy lőhetem én? Ő pedig azt válaszolta, hogy igen, gyerünk, lőd be. Mivel sikerült gólt szerezni, azt hiszem mindkettőnk részéről jó döntés volt, hogy én álltam oda. És mi fontosabb ilyenkor, a technika vagy a higgadtság? The calmness. Everything, I think. Mindkettő nagyon fontos szerintem. A higgadtság nélkülözhetetlen, de nagyon sokat is kell gyakorolni az ilyen szabadrugásokat. Az örmények vezetőedzője Várdán Minászján azt nyilatkozta a sajtótájékoztatón, hogy szerinte az ő csapata volt ma a jobb, de a futball néha igazságtalan. Te mit gondolsz erről? What do you think about this? This is his opinion. Ez az ő véleménye, amit mi tiszteletben tartunk. Talán voltak olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor az Ararat jobban játszott, de mi is megtettük a magunkét. Voltak olyan időszakok, amikor mi voltunk a jobbak, volt olyan, amikor ő, de a futballban mindig a végeredmény számít, úgy gondolom. The result the most important football, I think. Jelen pillanatban gondoltok már a Fiorentinára, vagy egyelőre kizárólag az MTK elleni bajnoki lebeg mindenki szem elő? MTK. Of course everybody think about Fiorentina, this is big club. And... Természetesen mindenkinek ott van már a fejében a Fiorentina elleni párharc. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fantasztikus együttessel szemben lépünk majd pályára a KL playoff körében. De, ami a fókuszt illeti, egyértelműen az MTK-ra koncentrál most még mindenki. Hiszen tudjuk, hogy a kékfehérek is 3 meccset nyertek eddig a bajnokságban, és 9 ponttal állnak a tabela első helyén. 100%-ra lesz szükség tőlünk azon a mérkőzésen is, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. 2 napunk van regenerálódni és felkészülni az MTK-elleni összecsapásra, aztán jöhet a Fiorentina.